Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus Szamária egyik városába, Szikárba érkezett. Közel ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek, ott volt Jákob kutya. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. Az idő dél felé járt. Közben odajött egy szamáriai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Az asszony elcsodálkozott. Hogyan kérhezte zsidó létedre tőlem, szamáriai asszonytól, inni? A zsidók ugyanis nem érintkeztek a szamaritánusokkal. Jézus így felelt. Ha ismernéd Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki mondja neked, adj innom. Inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna neked. Az asszony ezt felelte. Uram, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan vennéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta, amelyből ő maga is ivott, meg fiai is, és az állatai is. Jézus erre megjegyezte. Mindaz, aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem szomjazik meg soha többé. Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökelő vízforrás lesz benne. Erre az asszony megkérte. Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne legyek szomjas, és ne kelljen ide járnom vizet meríteni. Jézus így szólt. Menj, hívd a férjedet, és jöjj ide. Az asszony azt felelte, nincs is férjem. Mire Jézus, jól mondod, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és akit most van, az sem a férjed. Ezt helyesen mondtad. Ekkor így szólt az asszony. Uram, látom, hogy próféta vagy. Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt. Jézus ezt felelte. Hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor az atyát sem itt, sem Jeruzsálemben nem fogjátok imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi pedig azt, akit ismerünk. Hiszen az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya ilyen imádókat vár. Isten ugyanis lélek. Ezért, akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így szólt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, ha majd eljön, ő tudtunkra ad mindent.
Erre Jézus kijelentette: én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen visszaérkeztek, és meglepődtek, hogy asszonnyal beszélget. De nem kérdezte meg egyikük sem, mit akarsz tőle, vagy miért beszélgetsz vele. Az asszony pedig otthagyva a korsóját, elsietett a városba, és elmondta az embereknek: gyertek, nézzétek meg ezt az embert, aki mindent elmondott, amit tettem. Lehet, hogy ő a Krisztus? Ki is jöttek a városból, és oda gyűltek köréje. Közben a tanítványok megkínálták őt: mester, egyél! Jézus azonban ezt mondta nekik: van nekem olyan ételem, amelyről ti nem tudtok. Erre a tanítványok kérdezgetni kezdték egymást: talán valaki hozott neki ennivalót? De Jézus megmagyarázta: az én eledelem az, hogy megtegyem annak akaratát, aki engem küldött, és hogy befejezzem az ő művét. Ugye azt mondjátok, még 4 hónap és itt az aratás. Íme én azt mondom nektek: emeljétek föl szömeteket, nézzetek a földieket, begyűjti a termést, a vetés aranysárga már, készek az aratásra. Az arató elnyeri most jutalmát, begyűjti a termést az örök életre, hogy aki vetett, együtt örülhessen azzal, aki arat. Mert igaza van a közmondásnak: az egyik vet, a másik arat. Én azért küldtelek titeket, hogy learassátok, amivel nem ti fáradtattatok. Mások fáradoztak, ti pedig az ő munkájába álltok be. Abból a városból, a szamaritánusok közül sokan hittek benne, mivel az asszony tanúsította: mindent elmondott, amit tettem. Mikor azután kijöttek hozzá a szamaritánusok, megkérték őt, hogy maradjon náluk. Ott is maradt 2 napig. Ezután így szólt az asszonyhoz: most már nem a te szavadra hiszünk. Hallottuk őt, mi magunk is, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, a liturgikus időben, az A évben vagyunk, és az nagybőjt A évi liturgiájának az ige liturgiája megőrizte az ősegyház hagyományát. Az ősegyház csak húsvétkor keresztelt, és az egész nagybőjti időt, a szentírási szakaszokat is úgy válogatták össze, hogy segítsenek ráhangolódni a keresztségre a katekumeneket, akik pedig megkeresztelkedtek, újra átélhessék a fölkészülésüket a keresztségre. Ugye első vasárnap olvastuk a kísértés történetét: aki megkeresztelkedik, nem ment a kísértéstől. Jézus is kísértést szenvedett, mindenben hasonló válasz hozzánk. De azért nem a kísértés a győztes az ember életében. A múlt vasárnap a színeváltozás jelenete volt, a szenvedés, a kísértés,
az ember hitbéli tépelődése valahova vezet a Táborhegyére. És a mai ige liturgia tovább folytatja ezt a sort, az ige liturgiának a középpontjában tulajdonképpen a víz áll. Az első olvasmányban, Mózes második könyvéből, a kivonulások könyvéből egy apróka epizód. Alig jött ki a választott nép egyiptomi fogságából, megélték Isten szabadító cselekedetét, a Vöröstenger ketté válik, és száraz lábból kelhetnek át rajta, a fáraó és seregei pedig belevesznek a Vöröstengerbe. Az Úr velünk van. És alig múlik el kis idő, szomjúság, éhség tör a népre, és direkt módon föllázodnak Mózes ellen, valójában az Úr ellen. Ember. Az ember hamar el tudja felejteni Isten velelétét. És fölvetődik ez a kérdés, ott a pusztai népnél már megtapasztalta Isten jóságát, közöttünk van-e az Úr, vagy nincs? Mert most éppen valami nem úgy működik, mint elvártuk. Ez első jelenet. Egy pillanat fölvétel mindegyikünkről. Akik olykor kétségbe esünk, és föltesszük a kérdést különböző megfogalmazásban, vajon velünk van-e az Úr, vagy nincs. A második mozzanat ebben a szakaszban, ugye az Úrhoz fohászkodik Mózes így szavakkal, mit tegyek ezzel a néppel? Kevés híja is megkövez. Az Úr ezt válaszolta Mózesnek. Haladj a nép előtt, vedd magadhoz Izrael véneit, fog kezedbe a botodat, amellyel a Nílusra csaptál, és menj, és én odaállok eléd a sziklára, a Hórebnél, üsd rá a sziklára, víz folyik meg belőle, hogy igyék a nép. Tehát az első jelenet, a kételkedő nép. A megfenyegetett Mózes a második szereplő. Kétségbeejtő helyzet. Ott van egy nép, amely rá van bízva. Emberileg Mózes lett a vezérük, kihozza őket a pusztába, a biztos megélhetés mellől, és a nép lázad ellene. Mózes vert helyzetben. És mit tesz ilyenkor Mózes? Az Úrhoz fohászkodik. Testvérek, mi csak sokszor odáig jutunk el, vajon velünk van-e az Úr? Nehéz órákban. Mózes tovább lép, mint a népe. Az Úrhoz fohászkodik. És az Úr azt mondja, menj a sziklához, és eléd állok. És a nép vizet kap. Ez a második mozzanat, ami lényeges, és nem szoktunk erre már figyelni. Mózes fohászkodik az Úrhoz. Nehéz helyzetben adja az Úr, ne csak odáig jussunk el, vajon velünk van-e az Úr, hanem Mózesig is jussunk el, a fohászkodó Mózeshez.
és a nép megkapja, amire szüksége van. A szakasz üzeni, soha ne ess kétségbe, a kételkedő kérdésre, vajon velünk van-e az Úr, a válasz velünk van az Úr. Isten a sziklából is tud vizet fakasztani. A Szent Leszke, a római levélből vett részlet, a keresztségről van tulajdonképpen szó, mivel a hit révén megigazultunk, a keresztséget megkaptuk, részesültünk a keresztvízből, tehát a víz íve itt van az ige liturgiában. Ennek milyen következménye van? Így is föl lehetne tenni a kérdést, mit kívánunk halálunk órájára? Pál apostol a keresztségre gondolva azt mondja, három ajándékot kaptunk. Az első, mit kívánok, így teszem föl mégis a kérdést, mert itt jobban érint bennünket. Azt mondja, mit kívánok, hogy békében éljünk Istennel. Hogy halálunk óráján békében éljünk Istennel. Ez az első. Dicsekedhessünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehessünk. Tehát békesség Istennel, abban a reményben hunyhassuk le a szemünket, hogy részesei leszünk az Isten dicsőségének. És a harmadik az a bizonyosság, hogy reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe Isten szeretete. Ez a keresztségnek a gyümölcse. Orvosoktól, nővérektől hányszor hallja az ember, hogy másként hal meg a hívő, és másként a hitetlen. Ez az ajándék a hitünknek. Közhely szoktuk mondani, hit nélkül lehet élni, de meghalni nehéz. Tehát békességben élünk Istennel, abban a reménységben, hogy részesei leszünk a dicsőségnek, és reménységben nem csalatkozunk, mert Isten szívünkbe árasztotta Isten szeretetének lelkét, a Szent Lelket. Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért, pedig az igazért is alig hal meg valaki. Testvérek, ez a keresztény gazdagság. Békesség Istennel, a reménység, és ez nem alap nélküli, mert Isten kiárasztotta a szívünkbe a Szent Lelket, az ő szeretetét. Ez a második a Szent Leszke. Az evangélium Szamária asszony jelenete, rengeteg téma van benne, reggelig el lehetne beszélgetni róla. Két alap pillét hadd emeljek ki. Az egyik Krisztus kép, a másik egy emberkép, a harmadik pedig valami más. A Krisztus kép. Dél van, Szamáriában van Jézus. Rekkenő hőség, ott ez 40-45 fokot jelenthetett. Egy kút kávájánál üdögél. Kimerülten, szomjazva. Az asszony mondja, míg poharad vagy vödröd sincsen, hogy merítsél a kútból, ami mély.
az ember Krisztus, az elalélt Krisztus déli hőségben, kimerülten. Jézus valóságos ember. Mint akkor párbeszéd végén ugye kiderül, hogy ő a valóságos Isten. Ha tudnád, mondja az asszonynak, kikért tőled inni, te kérnél tőle. Élő vizek forrását adnék neked, élő vizet adnék neked, amelytől sose szomjazol meg. Nagyon szép katekézis ott a keresztségre készülve Jézus Krisztusról. Amit a hittanúrám így tanultunk leegyszerűsítve, Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. És az asszonyban ott van a valóságos ember, aki már elnyűjt 5 férjet, és aki most a férje, az se az. Egy boldogságát kereső ember. De hol keresi a boldogságát? Az embertárs. És tulajdonképpen, amikor Jézus fölfedi önmagát ennek az asszonynak, akkor, hogy ő az élő vizek forrása, akkor eljutunk a megkeresztelt ember felelősségére. Ki az, aki betölti az ember boldogságát? Hogy cserégetem a házastársat, mint a fehér neműt? Máshol van a teljes életnek a boldogsága. Krisztusnál. Ez a keresztény hivatásunk. Testvérek, egyre világosabb. Körül vagyunk véve mindenfajta ostobasággal. Kell a tiszta beszéd. Kell a következetes tiszta élet. Erre hív ez a szakasz. Ahogy az asszony, mikor fölismeri, vagy csak fölsejlik neki, hogy kicsoda Jézus Krisztus, talán ő a messiás, de már ezzel a sejtésével annyira fölajzódott, ott felejti a vizesedényét, berohan a városba, jöjjetek ki, nézzétek meg ezt az embert. Talán ő a Krisztus. És az emberek kimennek, és az asszony szavára, ami még bizonytalankodó szó, de mégis valami erő van benne, szinte gúnyolva oda mondják az asszonynak, most már nem neked hiszünk. Valóban ő a messiás. Ha az Isten kép felől nézzük a szakaszokat, az első képben, a Mózes történetben az Isten vizet ad a népnek. Isten a hűséges Isten, Isten a mi békénk, a Szentleszkében is reményünk, és ebben a reményben nem csalatkozunk. Isten Krisztusban valóban az, aki élő vizet tud adni, amitől nem szomjazunk. A teljes boldogság. Testvérek, ennek kéne a tanúi lenni. Adja Isten, hogy tudjunk élni keresztségünk kegyelméből. Ugye Thomas Mann szokták idézni, ugye a József is testvéreit így kezdi, mélységes kút az ember történelme. De mélységes kút Istennek a hűsége, irgalma. Amen.